Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Emíria számára. Kedves Emíria, köszöntelek téged, ez a te videód, és itt megtekintjük, hogy érez irántad, mik a gondolatai, mit fog tenni, mi vár rátok. Ez a szerelem kertje, és itt van ez a szerelmes pár, ez a hölgy szimbolizál téged, és ez az úr szimbolizálja őt. Először is megtekintjük a te érzelmeidet. Ezt mutatja itt ez a kártya. Itt sebekről van szó, de ez utal a múltadra. Vannak félelmeid, hogy újra megbánt téged valaki, itt vannak korlátozások. Az ő érzelmeit itt ez a kártya mutatja. Itt az érmék jelentik a reális dolgokat. Tehát ő nem csak álmodozik, hanem ő ezt élni szeretné. Ezen dolgozik. Neki időre van szüksége. Légy türelmes vele. Azon kívül itt ezek az arany érmék szimbolizálják az értékeket. Te értékes vagy neki. De neki is megvannak az értékei. A te gondolatodat itt ez a sorskerék mutatja. Vagy ezek foglalkoztatnak téged, vagy erről kell, hogy elgondolkozz. Ez a sorskerék azt közli veled, hogy a ti kapcsolatotok az egy lelki kapcsolat. A sors utatok kereszteződött. Ez a kép mutat még valamit. Itt van egy ilyen ördög. Az nem a rossz indulatot jelenti kettőtök között, hanem a félelmeket. Ez a belső nyugtalanság. Bíz ebben a szeretetben. Bíz a sorsotok kerekében, így mondhatnám, a sorskerék, az irányítja a dolgokat. Ha ez bele van írva a sors könyvébe, akkor itt nem lesz szakításról szó, hanem lesz egy tartós párkapcsolat, mert itt mély érzésekről van szó. Az ő gondolatait itt ez a világ mutatja. Az utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra is. De a belső utat is jelenti. Itt van egy kép, és te vagy itt ezen a képen. Neki ez az elképzelése. De ő nem sieti el a dolgokat, mert itt van ez a négy szimbólum, az jelenti a tűz elemét, a víz elemét, a levegő elemét, a föld elemét, de mutat irányt is, észak, dél, nyugat, kelet, és az évszakokat, tavaszt, nyarat, őszt és telet, és a négy évszak az egy évet mutat. Neki ez a gondolata, neki van itt egy terve, hogy egy éven belül kialakít veled együtt egy tartós párkapcsolatot. Milyen események vannak körülöttetek, vagy kihat rátok? Nálad ez a torony azt jelenti, hogy itt lesznek változások. Te lezárod a múltadat. És nála itt van az álmatlan éjszaka. Az, amit ő átél a napjaiban, vagy azok az emberek, akik hatnak rá, az nyugalmatlanságot vált ki belőle, és ezt az álmatlan éjszakát. Nincsenek neki jó vagy kellemes kapcsolatai, az is lehet, hogy problémája van a munkahelyén, mert ez a kép jelentheti a munkahelyet is,
és itt valami őt nyomasztja. Mit kell, hogy tegyél, vagy mi fog következni a következő hetekben, hónapokban, mi várható, ezt itt mutatja ez a kártya. Ez az aranyérem, az érmék, azok jelentik az anyagiakat is. Tehát ügyelj az anyagi dolgokra. Itt értékekről van szó. Gondold át, értékes ő számodra, értékes ez a kapcsolat számodra, de légy magabiztos. Gondolj a saját értékeidre is. Ez a kártya jelent még valamit, türelmet. Ehhez a férfihoz kell egy kis türelem, amíg ő kialakít kettőtök között egy pár kapcsolatot, ami jó, hogy ez a terve és ezen dolgozik. Ő fog itt döntéseket hozni, tehát várj arra, amíg ő ezt közli veled. Ez a kártya jelenti a levegő elemét is, tehát itt ez, ami őt nyomasztja, az véget ér, és itt a következő hetekben, hónapokban már látható ez a könnyűség. Ebben a parkban van egy szökőkút, és mutat egy irányt. Ebbe az irányba folynak az események, és ez, ami a későbbiekben várható lesz. Itt ül egy király, és ez a király uralkodik a víz eleme felett, ami az érzelmekre utal. Ő kezébe veszi a dolgokat, hozza a döntéseket, és kimutatja az érzelmeit. De amíg ez így lesz, eltarthat néhány hónapig, légy egy kicsit türelmes. Én most megkérdezem az ingát. Szeret ő téged, akar veled egy tartós párkapcsolatot, ő a te lelki társad, igen, nem, vagy talán. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő a lelki társad, ő szeret téged, és kialakul köztetek egy párkapcsolat. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő nem akar veled egy kapcsolatot kialakítani. Amennyiben az inga megáll, úgy megállnak az események, és nem lehet tudni, hogy mi várható. A válasz, igen, ő szeret téged, és ő szeretne veled egy tartós párkapcsolatot kialakítani. Kedves Emiria, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, és kívánok neked minden jót, szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!